adománnyal indult az év, madáretetés, kutyát mentettek a fegyverneki rendőrök, folyamatos fejlődésben a megye. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 13-án 18 óra 5 perckor. Egy szavazás eredményeképpen Molnár Árpád, egy KFT kereskedelmi igazgatója egy autónyi adománnyal érkezett a Kátai Gábor kórházba. A cég honlapjának követőit kérdezte meg arról, hogy milyen közintézmények, illetve egészségügyi intézmények adjanak adományt. A 17 ezer fős szavazáson második helyezett lett a Kátai Gábor kórház, és így 200 ezer forint értékben kapott most támogatást. Követőinket kérdeztük meg, honlapunk követőit, hogy milyen közintézménynek, illetve milyen egészségügyi intézménynek szeretnének, hogyha a cégünk egy adományt eljuttatna, és egy 17 ezer főből álló szavazásnak a végeredménye lett az, hogy az első három helyezettet tudtuk díjazni, és a második helyezett az a Karcagi Kórház lett, aminek személyesen én nagyon örültem, és ezt az adományt próbáljuk meg most akkor átadni a igazgatónőnek, illetve a kórház stábjának. Beszéltem igazgatóasszonnyal, és mindannyian meg voltak lepődve. Nyilván nem vertük ezt nagy dobra, a saját szavazóinkat, saját követőinket, hogy inkább így fogalmazni, a saját követőinket kérdeztük meg erről, hogy kinek adjuk át, kinek segítsünk. A cégünk profiljába illeszkedő adományokat, kávét, forró csokit, teját, kekszet, mindent, ami a kávézással és a tejázással kapcsolatos. Az adományt Nagyné László Erzsébet főigazgató, dr. Kádár Sándor megbízott orvosigazgató és Bődi Szilvia ápolási igazgató vette át a dolgozók nevében. Nagyon nagy öröm volt számunkra, meg számomra, és nyilván majd a kollégáim számára is, hogy éppen a két ünnep között kaptam ezt az információt, hogy intézményünk a második helyen végzett egy olyan úgymond országos szavazásban, ahol 17 ezeren szavazhattak, hogy melyik intézményt támogatnák legszívesebben hát a lakosok, illetve az adott oldalt látogatók, és a kereskedelmi igazgató úr hívott fel ezzel a nagy örömmel, hogy a mi kisvárosi kórházunk nyerte el ezt a díjat, és így a mai napon vehetjük át, és majd adhatjuk át a dolgozók részére az ő adományukat. Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki szavazott, és természetesen a KFT-nek, hogy ilyen akcióban vett részt, ilyen akciót hirdetett, mert úgy gondolom, hogy az egészségügyben dolgozók és mindenki nyilván megérdemli, de ebben a igen különös helyzetben, amit a 2020 prezentált, azt hiszem, hogy külön nagyon nagy dolog, hogy elismerik az egészségügyben dolgozók munkáját, és hát annál is inkább büszke vagyok a kollégáimra, hogy a második helyen tudtunk végezni. Mindannyian azon dolgozunk, úgy gondolom, hogy minél hamarabb hazamehessenek az itt ellátott betegek. Ehhez szervezzük megfelelően a betegutakat, és hát november 9-e óta, mint COVID-ellátó kijelölt intézmény, azt hiszem, hogy sok-sok családot részesítettünk olyan örömben, hogy újra otthon láthatja a szeretteit, és vele együtt töltheti a karácsonyt. És ezúton is békés ünnepet kívánok, még mindenkinek nagyon jó hétvégét, és hát átléptünk a 21-be, elmúlt az új év, bizakodóan úgy gondolom, hogy a 21 sokaknak szerencse szám, is kezeljük ezt így is, és mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok. A téli madáretetés fontos szabályai, ha nyáron etettük őket, ne télen hagyjuk abba. Erre hívják fel a karcagi óvisok figyelmét az óvónénik. A téli madáretetés a karcagi óvisok számára már mindennapos tevékenység, ismert gyakorlattá vált. A tavasz folyamán, amikor ez a COVID időszak bejött, akkor kialakítottuk a kerteket, de közben az iskola kertek alapítványtól 300 ezer forintot nyertünk egy kert pályázaton. Úgy gondoltuk a nevelőközösségünk, hogy annak a épületünk, a
teljesen megújult, ezért szükség van a kertnek a megújítására is. Ezért pályáztunk erre a pályázatra, és az ősz folyamán kialakítottunk egy olyan ökokertet, amely alkalmas lesz arra, hogy a gyerekek majd sokféle aprólékos megfigyeléseket, tapasztalatszerzési lehetőségeket, kis kerti programokat itt kint a szabadban megvalósíthassanak. A zöldfa oviban is számos állatbarát jár. Az udvaron körülnézve mindenfelé madáretetőket lehet látni. A kialakítás során felhasználtuk azokat az anyagokat, amelyet a pályázat biztosított számunkra, így a komposztáló erőnyeket, az esővízgyűjtőt, a kert kialakításánál akácpallókat kaptunk, ami most nem látszik, mert csak a kialakítás során úgy alakítottuk ki a kertet, hogy a gyerekek be tudjanak majd menni, egy sárosabb időszakban is meg tudják figyelni, hogy mi történik a maggal, a növényekkel, és már az ősz folyamán elültettük azokat a hagymákat, amelyek a tél telet bírják, és a gyerekekkel együtt alakítottuk ki ezt a kis kertünket. Az élmény volt maga az, hogy hogyan alakul ki a kert. Ez a kis titkos ösvény, ami elvisz bennünket a kerthez. A kert logóját elkészítettük a gyerekekkel, ez mind-mind olyan élményt jelentett számukra, amit megosztottak a szüleikkel, és esetleg otthon is kedvet kaptak a kertészkedéshez, illetve a kert megműveléséhez és gondozásához. Az óvónénik egy nagy hibára is felhívják a legkisebb állatvédők figyelmét. Mégpedig az emberek sokszor túlzásba viszik a segítő szándékot, és már egész évben etetik a madarakat, sajnos nyáron is. Melynek káros hatásai vannak az állatokra nézve. Ugyanis ebben az évszakban maguknak kellene megkeresniük a táplálékot. Éppen ezért a nyári szezonban semmiképpen nem szabad eleséget kitenni a madaraknak, és télen is csak akkor, amikor nagyon hideg van. Fegyverneki rendőrök segítségével menekült meg Szutyog, az Ebb, egy szomszédos ingatlan udvarán esett bele a 2 méter mély vizes gödörbe. Hátul bementünk, és akkor ott volt a gödörben a kiskutya. A tevékenység irányítási központba az esti órákban érkezett egy segélykérő hívás, ami szerint egy fegyverneki család kutyája megszökött, és több órás keresés után az egyik szomszédos ház udvaráról hallották az állatvonyítását. Tudtuk meg a Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányságtól. A kiérkező rendőrök az állatgazdáival az ingatlan területén egy 2 méter mély vizes gödörben megtalálták az Ebet. A Szutyog névre hallgató kis kedvencnek az ilyettségen kívül szerencsére nem történt baja. Egy fegyverneki családnak a kiskutyája megszökött otthonról, és több órányi keresés után nem találták meg ezt a kiskutyát. Viszont még a késő esti órákban arra lettek figyelmesek, hogy az egyik közeli ingatlannak az udvaráról egy kutya vonyít. Ezt követően én a helyszínre Tóth Tamás rendőr főtörzsőrmester kollégámmal érkeztem, és a helyszínen fogadott minket a bejelentő, továbbá a két fia, akikkel átsétáltunk a bejelentésben szereplő ingatlanhoz. Ezt követően egyik másik közeli szomszédnek a segítségével jutottunk be a bejelentésben szereplő ingatlannak az udvarára, ahol is a Szutyog becenévre hallgató kiskutya egy körülbelül 2 méter mély vizes gödörben volt. Ezt követően pedig csapatmunka segítségével kimentésre került az állat, és szerencsére az ijegységen kívül nem esett bántódása. A gazdája mutatja stábunknak, hogy jól van a kis kedvenc. Televíziunk vendége Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akivel a megye fontos fejlesztéseiről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra. Ön hogyan értékeli a megyei közgyűlés elnöki ciklusának eredményeit és tapasztalatait? Eseménydús éven vagyunk túl, amiben volt pozitív és volt sok negatív esemény is, amire nem voltunk fölkészülve, hogy március óta tudjuk, van egy világjárvány, amely nagyon komoly fenyegetést nyújt az egészségünkre és a gazdaságra egyaránt, és ebben a helyzetben kellett feltalálnom magam, mint a megyei közgyűlés elnöke, aki ismert, tudja, hogy ezzel nem szokott
problémám lenni, és az a csapat, akinek a segítségére számítotok és támaszkodhatok, az tavaly november 4-e óta megválasztásomat követően egyből mellém állt, és minden segítségre számítottam így. Sokkal könnyebb volt a nehézségeket is átvészelni, hogy összekapaszkodva, egymásra támaszkodva, a megyei közgyűlés munkáját segítve, mindenki azt a szerepet és azt a feladatot tudta ellátni, amihez legjobban ért, és arra is külön büszke vagyok, hogy az elmúlt egy évben az önkormányzatok munkáját is tudtuk segíteni, tehát a nehézségek ellenére sem szenvedtek olyan forrásvesztést, ami adott esetben a beruházásaikat, a projektjeiket, az Európai Uniós források elnyerését veszélyeztette volna. Ebben a helyzetben ön a térségben számos településen osztott adományokat. Miért tartja ez fontosnak? Miért visszajelzés ez a társadalom élvonalában dolgozók irányába? Nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, amely a Jászlón-Szolnok megyei közgyűlésnek és személyesen az elnöknek mindig is nagyon fontos, és a lehetőségekhez mérten kiemelt feladata volt. Ezt én is magaménak érzem, és az adni jó elv alapján az idén a Magyar Református Szeretett Szolgálat kezdeményezését karoltuk föl, és szeretett dobozokat gyűjtöttünk a megyeházán, mintegy 500 dobozzal. De nem ez volt az egyetlen ilyen jótékony kezdeményezésünk, hiszen évtizedes hagyománya van a megyebának, amely szintén a rászorulókat segíti, évtizedes hagyománya van a karácsonyi sütivásárunknak, amely szintén a rászorulókhoz juttatja el az adományokat, és az a jótékony kezdeményezés, amit a megyei önkormányzat az idén föl tudott mutatni, közel 10 millió forint segítséghez juttatta azokat a szervezeteket, amelyek vagy rászorulókat gondoznak, vagy azokat segítik. Adódik a kérdés, hogy hogyan fog alakulni a 2021-től 2027-ig a uniós fejlesztési ciklus, nyilván megyei szintű megvalósítása, melyek lesznek az előrehaladás lépései? A megye nagyon jól áll ezeknek a forrásoknak az elpályázásában és a felhasználásában is. 98% fölött van azoknak a projekteknek az aránya, amely az elkövetkezendő időszakban vélhetőleg lezárásra és elszámolásra kerül. Van néhány kockázatos projekt a megyében, én azt gondolom, hogy amelyiken tudunk, még segítünk, de van, amelyik projektet maga az önkormányzat nem szeretné már, ebben az esetben ellehetetlenülnek ezek a források, és már nem lehet őket felhasználni. Az is egy fontos dolog, hogy az elmúlt időszak gyakorlatától elszakadva egy kicsit az idei tervezés, ami a 2021 és 27 közötti időszakra vonatkozik, jóval nagyobb forrásokkal tud gazdálkodni, hiszen láttuk, hogy az előző ciklusban mintegy 53 milliárd forint állt a megye rendelkezésére, plusz a Szolnok megyei jogúvárossal együtt ez mintegy 70 milliárd forintra rúgott, és az eredményes pályázásnak a visszahulló források gyors és hatékony felhasználásának köszönhetően most már 91 milliárd forintnál járunk. Ezzel az összeggel tervezünk a jövőre, bár még nem tudjuk pontosan, nem ismert előttünk pontosan az a keret, amiből majd a megye gazdálkodhat, de azt látjuk, hogy Szolnok megyei jogúvárossal kiegészítve nagyjából ugyanekkora forrás állhat a megye rendelkezésére. És úgy tervezzük a források felhasználását, hogy az életminőség javítását, a munkahelyek megőrzését, fenntartását és az infrastruktúra javítását is egyben szolgálja. A terület és település fejlesztés operatív program is átalakulásra kerül, milyen módon? Nagyon széles körül az átalakítás, de valójában az alapelv az ugyanaz, térség és település fejlesztésről fog szólni. A megyei önkormányzatok szerte az országban most végzik a tervezést, a koncepció társadalmi vitán van, ezt december 28-án zárjuk a társadalmi vitát, és a véleményezést követően beépítve azokat, amik építő jellegű észrevételek, nagyjából január közepére, végére lehet egy olyan programja a megyének, amit a pénzügyminisztérium elé, a kormány elé tudunk terjeszteni véleményezésre. Amennyiben a kormány is támogatja az elképzeléseinket, akkor jövőre bőven fog jutni az élhető városok fejlesztésére, az infrastruktúra fejlesztésére, a munkahelyek további megőrzésére és fenntartására, és leginkább az utak állapotának javítását szeretnénk kiemelni, amire nagyon komoly forrásokat tervezünk. És egy új logika kerül be a megyei tervezésben, méghozzá az, hogy egyes járásokat, amelyek kifejezetten hátrányosnak tekintetőek, azokat külön is szeretnénk címzett forrásokkal segíteni. Ez a Jászapáti és a Kunhegyesi járás konkrétan, és mindkét járásra a megyei források 10-10%-át tervezzük. Beszélt elnök úr a forrásokról, a pályázati lehetőségekről, mikorra várhatóak az elsőek? Úgy tudjuk, hogy országosan nagyjából 100 milliárd forint lesz munkahelyteremtésre, ami a megyei önkormányzatokon keresztül, különböző foglalkoztatási paktumokon keresztül jut el a versenyszférába, többek között, de az önkormányzati szférába is,
és kb. 200 milliárd forint áll majd országosan rendelkezésre az utak állapotának rendbetételére. Ez a megyére vonatkozóan azt jelenti, hogy nagyjából 5,6 milliárd forinttal gazdálkodhatunk a munkahelyteremtési paktumban, és nagyjából 10,5 milliárd forinttal az útfelújításban. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly és szabad szemmel jól látható források, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság újraindulásához meglegyen a kellő lendület, és munkahelyek teremtésével, új munkahelyek létrehozásával, meglévők megőrzésével a megyében élők élet minősége és a létbiztonsága is stabilabbá válik. Jászlókun Szolnok megyei önkormányzat milyen területeket tart még igazán fontosnak, ahol mindenképpen az elkövetkezendő időszakban is fejlesztések várhatóak? Szakítva az eddigi nagyjából 30 éves gyakorlattal, a megyék beleálltak a gazdasági élénkítés tervezésében. Ezt úgy hívjuk, hogy a észak-kelet-magyarországi fejlesztési zóna 6 megye fogott össze, ebben Jászlókun Szolnok megye is élen jár a tervezésben, és egy olyan gazdaságfejlesztési szemlélet uralkodik most már a megyén belül is, amely épít az adottságainkra, az adottságok jobb feltérképezésére és jobb infrastruktúra kialakításával versenyképesebb vállalkozásokat szeretnénk a megyében látni. Ezzel együtt járhat az életminőség emelkedésén felül a munkabérek emelkedése, és vele együtt járhat az is, hogy akár a képzéses színvonala, akár pedig a munkába állás lehetőségének a biztosítása minden fiatal előtt megnyílik. Tehát várjuk azokat a fiatalokat, akik a gazdaság élénkítésbe szakemberként szeretnének majd részt venni, és a szakember képzéshez a feltételeket szeretnénk minden képzőhely és minden fenntartó számára biztosítani. Köszönöm az interjút elnök úrnak! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!